Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Csütörtökön tetőzik a hőség, akár 40 fokot is mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A hőségriadó idején nem csak párakapuk környezetében, hanem kijelölt légkondicionált helyiségekben, üzletekben is hűsölhetünk. Teljesen megújult a Kálmán Lajos óvoda informatikai és telekommunikációs rendszere egy szülői felajánlásnak köszönhetően. Csütörtökön tetőzik a hőség, akár 40 fokot is mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Nagyon fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt, hogy átvészeljük a harmadfokú hőségriadó időszakát. Az idősekre, a szív- és érrendszeri betegekre és a kisgyermekekre pedig most kiemelten oda kell figyelnünk. A meteorológiai előrejelzések szerint a hétvégén hideg front éri el térségünket, ami véget vet az idei első hőhullámnak. Fullasztó hőség volt ma is Kecskeméten, de még mindig nem érte el a csúcspontját az idei első hőhullám. Csütörtökre 40 fokot jósolnak a meteorológusok. Nagyon fontos néhány alapszabályt betartani ahhoz, hogy átvészeljük ezt az időszakot. A megfelelő folyadékbevitel, a kalap és az egyéb védőruházat, valamint a leégés elleni készítmények használata mellett fontos, hogy reggel sötétítsünk be otthon, és csak az esti, hűvösebb órákban nyissunk ablakot, éjszakára pedig maradjon nyitva. Napközben, ha tehetjük, hűtsük klímával a szoba levegőjét, ne menjünk azonban 23 fok alá, ugyanis a nagy hőmérséklet különbség sem tesz jót a szervezetnek, sorolta a tanácsokat dr. Nagy Beáta. A gyermekorvos azt is hangsúlyozta, hogy az sem mindegy, mikor megyünk ki a lakásból. Ha lehet, akkor a fontos ügyeket intézzék el a kora reggeli, illetve az esti órákban, és a gyerekek 10 és 4 óra között, felnőttek 11 és 3 óra között ne tartózkodjanak a szabadban. A gyermekek és az idősek, különösen a szív- és érrendszeri problémákkal élők, fokozottan ki vannak téve a kánikula veszélyeinek. A keringési betegekkel küzdőknél még veszélyesebb a hőség, mert a perifériákon kitágulnak az ereik, és ezáltal leesett a vérnyomásuk. Ezért főleg azok, akik vérnyomás csökkentőt, vízhajtót szednek, azok beszéljék meg a háziorvosukkal ezen gyógyszerek szedését, illetve a folyadékot kell pótolniuk még inkább. A gyermekekre, ugye, mivel nem tudnak még úgy verejtékezni a kisbabák, ezért figyelni kell, hogy ne legyenek kitéve a melegnek. Ha gyermekkel vállalnánk be hosszú autóutat ezekben a napokban, gondoljuk át. Ha úgy döntünk, mégis nekivágunk az utazásnak, használjunk napellenzőt a gépkocsi ablakain. Gyermeket semmiképpen ne hagyjunk egyedül az autóban. Azt kérik a szakemberek, hogy aki ilyet lát, az rögtön tárcsázza a 112-es segélyhívószámot. Ha strandra vagy nyaralni megyünk, a nagyobb gyerekeket 2 óránként kell lekenni naptejjel. Hűvösebb, árnyékos helyet keressünk a vízparton, és a kisbabákra mindenképpen adjunk kalapot. A meteorológiai előrejelzések szerint hamarosan fellélegezhetünk. Várhatóan a hétvége elején, péntek, szombaton érkezik egy hidegfront, ami borultabb, felhűsebb, csapadékosabb idővel ígérkezik érkezni, és ez lett véget ennek az első, idei első hullámnak. Nem minden évben van szükség harmadfokú hőségriasztás elrendelésére, előfordul, hogy 1-2 év kimarad, de akár egy nyár alatt többször is sor kerülhet rá, hogy a legmagasabb fokozatú riasztást rendelik el. Általában ez még így a júniusban eléggé ritka, tehát ezeknek a magasabb hőmérsékleteknek inkább július második felétől, augusztustól kellene érkezni. Az enyhülésig is fontos, hogy keressük a hűtött, klimatizált helyiségeket. A hőségriadó idején nem csak párakapuk környezetében, hanem kijelölt légkondicionált helyiségekben, üzletekben is hűsölhetünk. Az elérhető helyek listáját a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is közzétette weboldalán. Elrendelték a harmadfokú hőségriasztást kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján. Ilyenkor ajánlott, hogy tartózkodjunk árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban pedig kerülni kell a megterhelő fizikai munkát.
A hőségriadó miatt a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság idén is megosztotta weboldalán az elérhető légkondicionált helyiségek listáját. Kecskeméten a lista alapján az összes belvárosi áruházban és bevásárlóközpontban hűsölhetünk, de a hipermarketekben, sportáruházakban és a nagyobb ABC-kben is menedéket találhatunk a meleg elől. A köztereken idén is elhelyezett két pára kaput a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. És a nyár végéig kint is maradnak. Ezek a hőségriadók esetében mindig működnek, de fesztiválok, rendezvények idején is üzemeltetik majd azokat. Az egyik a Szabadság téren, a másik pedig a Deák Ferenc téren található. A melegben a szökőkutak és csobogók is segítséget jelentenek párologtatásukkal, azonban tilos bennük fürdeni. Mindemellett már elindultak a város útjain a locsolóautók, amik délelőtt 10 és este 8 óra között elsősorban a Kiskörúton és a gyűjtőutakon járnak a hőség alatt. Vörös kód lépett életbe a héten a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál a hőség miatt. Kecskeméten is felkészültek a hajléktalan szállók arra, hogy minden ellátottjuk biztonságban legyen a rekkenő hőségben. Éppen hideg ásványvizet osztottak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Matkói úti telephelyén a bent lévőknek. A hőség miatt vöröskor lépett életbe a héten a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. Kecskeméten is felkészültek a hajléktalan szállók arra, hogy minden ellátottjuk biztonságban legyen a rekkenő melegben. A közösségi helyiségeink klimatizáltak, preferáljuk az itt való tartózkodást a bent tartózkodó ellátottaink számára, illetve hűtött ásványvizet tudunk biztosítani mindenkinek. Fontosnak tartjuk a felvilágosítást, a tájékoztatást, hogy ha egy mód van rá, akkor inkább halasszák el a teendőiket, tartózkodjanak az intézményben. Amennyiben szükséges, biztosítanak ivóvizet mindazok számára, akik elhagyják az épületet. Ma körülbelül 100 ember tartózkodott a szálon, de ennél jóval több férőhely áll rendelkezésre. Bánócki Mónika elmondta, fontos feladatuk, hogy a körülöttük lévőknek segítsenek azon, aki rosszul lesz az utcán. Ebben az esetben azonnal hívnia kell a szeretetszolgálat diszpécser szolgálatát annak, aki észreveszi, hogy embertársa nincsen jól. Hosszú idő után végre újra összeülhet a város képviselőtestülete. Június 24-én csütörtökön 9 órától ünnepi közgyűlésen adják át az önkormányzat elismeréseit a Hírös Agórában. Az eseményt élőben közvetíti a Kecskeméti Televízió, így hírportálunkon is követhetik olvasóink. Teljesen megújult a Kálmán Lajos óvoda informatikai és telekommunikációs rendszere egy szülői felajánlásnak köszönhetően. Az óvónők már stabilabb wifi és internet elérés segítségével kommunikálhatnak, és az új telefon központnak köszönhetően az intézményt is könnyebb elérni. Ha egy poénnal ütném el ezt a mai átadást, akkor azt mondanám, hogy ugye a Covid miatt nem volt lehetőség arra, hogy lássam a gyerkőcöket itt a produkció előadásán, így kellett valamit találni hozzá, hogy így megvalósuljon. A vidám apuka szülőként vette észre, hogy jól jönne az óvodának az informatikai fejlesztés. Nem tétovázott, egyből jelezte Engert Jakabni a polgármester és Szemereiné Pataki Klaudia polgármestereknek, hogy az Ártelekom Kft. Képviseletében felajánlásként beszereznék a szükséges alapanyagokat és elvégeznék a munkákat. A több mint 350 ezer forintos fejlesztést ma adták át. Megújult a teljes informatikai hálózat az épületben. Az óvónők így gyorsabb internet elérésen keresztül modern wifi hálózatot használva folytathatják munkájukat. Amikor egy fejlesztési szükséglet megjelenik egy óvodában, akkor természetesen először az önkormányzathoz fordulnak, majd megpróbálnak különböző pályázati lehetőségek után nézni az óvoda vezetők. Azonban meg kell jegyeznem, bár én ugye az állami szférát, illetve az önkormányzatot képviselem, hogy a leghatékonyabb mégis a társadalmi felelősségvállalás, amikor egy apukához, egy anyukához lehet oda menni ezzel az ilyen igényekkel, és ez tűnik a leghatékonyabbnak, a leggyorsabbnak. A képviselő hangsúlyozta, az állami önkormányzati segítség mellett fontos szerepe van a koordináltan érkező magánfelajánlásoknak, és minden ilyet üdvözölni kell. Az irányításban sokat segítenek a képviselők. Amikor megérkeztem, akkor megkaptam egy másik igénycsomagot egy lezárt borítékban, amivel ugye a tornaterem fejlesztési igénye van benne leírva tervrajzal. Ezt az ügyet is próbálom majd minél hatékonyabban képviselni. Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő hozzátette. Az óvoda energetikai korszerűsítésen esett át.
Megújultak a játszóeszközök, és a Kálmán Lajos óvoda előtti játszóteret is teljesen felújították, illetve képviselői segítséggel fásították. Ami pedig a jelenleg elkészült fejlesztést illeti, a pandémia elmúltával is komoly hasznát veszik az óvodapedagógusok, akik egy laptop és projektor segítségével ma már biztonsággal képesek ablakot nyitni a világra az apró növendékek nagy örömére. A múzeumok éjszakáján nyitja meg újra kapuit a kívül-belül megújult orvos és gyógyszerészet történeti gyűjtemény. A korábbi tárlat 36 éve nem változott. A Kubinyi Ágoston programnak köszönhetően azonban mostantól különleges látnivalók várják az érdeklődőket a megújult kiállítóterekben. A múzeumok éjszakájának egyik legizgalmasabb programja lesz az Ars Medicini, a gyógyítás művészete című kiállítás a Kecskeméti Katona József Múzeum megújult orvos és gyógyszertörténeti gyűjteményében. A felújításra két ütemben nyerte el a fenntartó Kecskemét városa a Kubinyi Ágoston program támogatását. Így újíthatták meg a kiállítótereket, és így születhetett meg az új állandó tárlat. A tárlat 4 teremben a gyógyszertörténetet, 1 teremben pedig az orvostörténetet mutatja be. A régi tematika új témákkal bővült, bemutatják a gyári gyógyszereket, az illóolajokat és a gyógyszerreklámokat is. Emellett nagy hangsúlyt kap a tárlaton a helytörténet, a kecskeméti patikák, gyógyszerészek és orvosok megjelenítése. Az első teremben a kecskeméti patikák mutatkoznak be, a második teremben pedig a gyógyszerkészítés eszközeiből láthatnak válogatást az érdeklődők. Újdonságként tablettát is készíthetnek a vendégek cukorból, amit maguk porítanak majd. A harmadik teremben gyógyszerészeti alapanyagokat, homeopata gyógyszerkészleteket és egy kis szekrénykében a gyári gyógyszereket állították ki, meglepetésként illóolajokat is szagolhatnak a vendégek. A negyedik teremben orvostörténeti emlékeket helyeztek el. Szakmai fórumot szervezett a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara leendő junior tagjai számára, Kamarai Business Junior Kávéház címmel. A rendezvényre a Kamara és a Neumann János Egyetem közösen szervezett kurzusának hallgatóit várták. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Neumann János Egyetem közösen szervezett kurzusának korábbi hallgatóit várták szerda délután a Kamara nagy termébe egy szerveződő szakmai fórumra. A junior tagság és a Business Junior Kávéház célja, hogy vonzó szakmai üzleti párbeszédet teremtsen a fiatal vállalkozók és egyetemi hallgatók között, akik foglalkoznak a vállalkozás gondolatával. Én úgy gondolom, hogy ez a junior tagság olyan szempontból előnyös, hogy olyan üzleti információkhoz, illetve olyan kapcsolatokhoz juthatok, amit másképp nem lenne lehetőségem, szóval igazából kapcsolatépítésnek, illetve tudás elmélyítéséhez nagyon jó lehetőség szerintem. Egy fiatal vállalkozónak rengeteg mindent vinnie kell magával, akár kommunikációs készség, akár csak szimplán piaci információk, akár ilyen kamarai, belső tagsági segítségek, bármilyenféle, ez bármi, jól jöhet nekünk, ugyanis mi még kezdők vagyunk a vállalkozói létben. Az Iparkamara nevében Sipos Zsolt, a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára köszöntötte az ifjú vállalkozókat, majd Rehák Laura, rendezvényszervezési koordinátor egy mobilos ötletgyűjtés segítségével megkérdezte a fiatalokat, mit szeretnének ettől az ifjúsági tagozattól, és tájékoztatta őket a célkitűzésekről. Megfelelő teret szeretnénk nektek biztosítani szakmai eszmecserére, üzleti tudásotokat és látókörötöket szeretnénk szélesíteni, illetve a kapcsolati hálótok létrehozásában segíteni benneteket. Cél a konstruktív és progresszív vállalkozói kör utánpótlásának megerősítése és gondozása is. A kötetlen ötletbörze után mára az első találkozásra egy különleges előadót, Forró Tamás kommunikációs szakértőt hívták meg, aki érdekes témákkal tréningelte a fiatal vállalkozókat. Idén megnövekedett az utazási foglalások száma. Külföldi helyek közül többek között Horvátország, Görögország és Törökország szerepel úti célként, míg belföldön főleg a Balatonra és környékére keresnek sokan szállásokat. Érdemes azonban tájékozódni utazás előtt, hogy külföldön milyen szabályok vannak érvényben. Hazánkban a szállásoknál védettségi igazolvány szükséges. Itt a nyár, amelynek köszönhetően egyre jobban kezdenek megnövekedni a külföldi és belföldi úti célok. Április 30-án jelent meg a kormányrendelet, melynek értelmében, aki érvényes védettségi vagy oltási igazolvánnyal rendelkezik, annak eltörölték a karantént.
Ennek következtében egyre többen választják akár a külföldi utazásokat is, ilyen például Horvátország, Görögország, Spanyolország és Tunézia. Arról, hogy milyen beutazási feltételeknek kell megfelelni az utazási irodáknál vagy a külügyminisztérium honlapján lehet tájékozódni. A legtöbben repülővel szeretnének utazni, de a busz, illetve a hajó is nagyon népszerű utazási eszköz. Belföldön főleg a Balatont és környékét választják többségben. A témával bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Letartóztatásban maradt Vékende, a terrorcselekményekre való előkészülettel gyanúsított kecskeméti fiatal fellebbezését elutasította a másodfokú bíróság. Vékende panaszt nyújtott be a gyanúsítás miatt, és megfellebbezte a letartóztatását elrendelő bírósági határozatot is. Egyiket sem látta megalapozottnak az illetékes fellebbiteli bíróság. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a 21 éves kecskeméti fiú továbbra sem vitatja a tőle lefoglalt elektronikus eszközökön, adattárolókon talált, iszlamistákkal folytatott beszélgetéseinek a tartalmát, de a terhére rótt bűncselekményt nem ismeri el. A Napilap szerint a fiatal védekezésének alapja, hogy csak csevegett a világhálón, a merényleteket esze ágában sem volt végrehajtani. Vékende volt osztálytársai egyébként azt mondták a fiúról, hogy csendes, magának való, és a légynek sem tudna ártani típus. Bővebben írtunk a témáról online hírportálunkon a hiros.hu-n. Burkolatfelújítási munkálatokat végeznek az M5-ös autópálya 85-ös kilométer szelvényében található Kecskemét nyugat csomópontban mindkét oldalon június 23-a és július 8-a között. A munkálatok ideje alatt a csomópont ki- és ráhajtó ágai a munkavégzés miatt korlátozottan érhetőek el. Az első ütemben lezárják az autópálya Budapest felé vezető oldalán a Kecskemét nyugat csomópontnál a ki- és ráhajtó ágat, tájékoztatott weboldalán a pályát fenntartó Alföld koncessziós autópálya ZRT. Itt június 23-a és június 30-a között lesz burkolatfelújítás. Ezt követően a stráda Szeged felé vezető oldalán lesznek szintén felújítási munkák, ezért ezt a ráhajtó ágat július 1-e és július 8-a között zárják majd le. Az érintett szakaszon 60 és 80 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani, de mindkét irányba két forgalmi sáv áll rendelkezésre. Az aszfaltozási munkálatok ideje alatt azonban csak egy sávon halad a forgalom. Sárga színű terelőút táblák jelzik majd a közlekedők számára a kijelölt terelőútvonalakat. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Csütörtökön tetőzik a hőség, akár 40 fokot is mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Nagyon fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt, hogy átvészeljük a harmadfokú hőségriadó időszakát. A hőségriadó idején nem csak párakapuk környezetében, hanem kijelölt légkondicionált helyiségekben, üzletekben is hűsölhetünk. Továbbá elindultak a város útjain a locsolóautók is. Vörös kód lépett életbe a héten a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnál a hőség miatt. Kecskeméten is felkészültek a hajléktalan szállók arra, hogy minden ellátottjuk biztonságban legyen a rekkenő hőségben. Teljesen megújult a Kálmán Lajos óvoda informatikai és telekommunikációs rendszere egy szülői felajánlásnak köszönhetően. Az óvonők már stabilabb wifi és internet elérés segítségével kommunikálhatnak, és az új telefonközpontnak köszönhetően az intézményt is könnyebb elérni. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk híróránkat a Kiemelő magazinunkkal, melynek vendége Bozsó János, a Bozsó Gyűjtemény Alapítvány elnöke, a Múzeumok Éjszakája kecskeméti programjainak szervezője lesz. Ezt követően megmutatjuk önöknek, hogy hova is utazhatunk szabadon idén-nyáron. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím hiros.hu. A hírös híreket 20 óra 40 perckor, 22 óra 20 perckor, éjszaka, a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Rekkenő hőségre kell számítanunk csütörtökön. Bár változóan felhős lesz az ég, és a szél is megélénkülhet olykor, nagyon meleg lesz. Hajnalban 20, délután 39 fokot mérhetünk majd. Pénteken nem lesz nagy változás az időjárásban. A felhős napos időben a reggeli 22 fok után 34 fokig melegszik majd a levegő. Némi enyhülést a szombat hozhat számunkra, de még mindig meleg lesz. Hajnalban 18, délután 29 fokot mérhetünk majd. A harmadfokú riasztás csütörtök éjfélig tart. Addig, aki teheti, tartózkodjon árnyékban vagy légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban pedig kerülje a megterhelő fizikai munkát. Öt évvel ezelőtt, 2006. június 23-án hunyt el Vitéz László színművész. 1949. májusában született. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után Győrött és Miskolcon játszott. Ezt követően Kecskemétre szerződött, és egy rövid kitérő kivételével haláláig a Katona József Színház tagja volt. Drámai és vígjátéki fő- és mellékszerepeket egyaránt alakított. Minden esetben elbűvölte a közönséget tiszta beszédével, varázslatos orgánumával és átgondolt, tehetséges játékával. A Kecskeméti Társulat tagjainak szavazatai alapján 1999-ben az Évad Színésze díjat ő kapta meg. Halála előtt néhány évvel pályájáról így vallott. Amikor felvettek a főiskolára, még világhírű színész akartam lenni. Amikor elvégeztem, már csak országos hírű művész. És amikor Kecskemétre jöttem, azt mondtam magamnak, szép életprogram lesz kecskeméti hírű művésznek lenni. Ha kimegyek a színpadra, ha sétálok a városban, úgy érzem, ezt a programot sikerült megvalósítanom. Hangszere. Az ud, vagy más néven arabland pengetős húros hangszer. A rövid nyakú lantok családjába sorolható, domború hátú, fogólapos zeneszerszám. A nyugati lant ebből alakult ki. Az arab zenei kultúra legfontosabb közreműködőjeként számon tartott pengetős hangszer 5 vagy 6 dupla bél vagy nylon húros, rövid nyakú rózsafából készült, intarziával gazdagon díszített instrumentum. Az arabok hite szerint az ud testét adó rózsafa életében magába szívta az ágain pihenő madarak csiripelését, ennek köszönheti különleges éteri rezonanciáját, ezért képes magából olyan hátborzongatóan, könyvfakasztóan szép melódiákat kiadni. Nem véletlenül tekintették hangját egészen a 19. századi tökéletes gyógyírnak bármiféle betegségre. Ahogy a nyugati világban, a zongora, úgy az arab világban, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten mind a mai napig az ud, mesterhangszer, minden hangszerek királya. A hangszer nevének általában fa, gaj,
hogy hajlékony ágacska jelentést tulajdonítanak, ami utalhat a hangszer anyagára, hogy a háta meghajlított keskeny szelvényekből áll, vagy arra, hogy sok keleti landféleséggel ellentétben ennek a hangszernek a teteje nem kifeszített bőr, hanem vékony falemez. A korpusz arányos cseppforma, a vele egységben lévő nyak kemény fa vagy elefántcsont, fogólapján nincsenek érintők, azaz bundok, hogy az arab zene bonyolult hangrendszereinek megfelelő pozíciók a balkész számára lefoghatók legyenek. A hangolófej kettőségben hátrahajló fa hangoló kulcsokkal. A tetőn található csomózásos rendszerű hurláb, a kemény fa koptató és kerek vagy ovális hangjuk leggyakrabban egy nagyobb és két kisebb található ezekből a lyukakból. A mai hangszerek esetén gyakori, hogy ezeket rozetta díszíti. Ez valószínűleg az európai land hatásának köszönhető. A hangszer legjellemzőbb díszítése az intarzia. Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunk vendége Bozsó János, a Bozsó Gyűjtemény Alapítvány elnöke, a Múzeumok Éjszakája kecskeméti programjainak szervezője lesz. Vele arról a kulturális kavalkádról és azokról az izgalmas programokról fogunk beszélgetni, amelyek a Múzeumok Éjszakáján várják majd a vendégeket. Ezt követően megmutatjuk önöknek, hogy hova is utazhatunk szabadon idén-nyáron. Külföldi helyek közül többek között Horvátország, Görögország és Törökország szerepel úticélnak, míg belföldön főleg a Balatonra és környékére keresnek sokan szállásokat. Érdemes azonban tájékozódni utazás előtt, hogy külföldön milyen szabályok vannak érvényben. Kezdünk is! Igazi kulturális kavalkáddal és izgalmas programokkal várja a vendégeket a Múzeumok Éjszakája. A június 26-án szombaton megrendezendő programsorozaton 19 kecskeméti intézmény vesz részt. Vendégünk pedig Bozsó János, a Bozsó Gyűjtemény Alapítvány elnöke, a Múzeumok Éjszakája kecskeméti programjainak szervezője. Üdvözlöm, jó estét kívánok! Jó estét, szervusz! Mint említettem, 19 helyszínre várjátok az érdeklődőket, látogatókat. Melyek lesznek ezek? Elsősorban most közgyűjtemények és múzeumok és kulturális intézmények csatlakoznak. Végtelen boldogok vagyunk a 19-szer is, bár az előző évekhez képest ez akár kevésnek is tűnhet, viszont a tavalyi online eseményekhez képest úgy gondolom, hogy nagyon sok. Idén az idő rövidsége és a bizonytalanságok miatt nagyon örülünk ennek, mint említettem, ennek a 19-nek, hiszen így is jóval gazdagabb kínálatot tudunk nyújtani más vidéki városokhoz képest. Kecskemétnek a befogadó készsége és nyitottsága a helyszínekkel kapcsolatban mindig nagyon tág volt, és emiatt nagyon sok más intézmény is tudott, ha kulturális programmal csatlakozott a rendezvényhez kapcsolódni. Idén egy kicsit visszatértünk az alapokhoz, és Múzeumok Éjszakája jelleget vett föl újra az intézmény, vagy a rendezvény. Hogy eligazodjunk a programok között, erre segítségünkre van egy füzetke is. Így van, elkészült most már a nyomtatott műsorfüzet, amit a helyszíneken, múzeumokban, híresagórában, könyvtárban már be lehet szerezni. Ha valaki nem jut hozzá, nem kap, nem talál, nincs kedve, akkor lehet telefonos alkalmazást is letölteni, most már mind a két platformon működik az idei Múzeumok Éjszakájának a lehetősége, de a Facebook oldalon és a Múzeumok Éjszakája Kecskemét weblapon PDF formátumban le is lehet tölteni, és a kecskeméti lapokba is bekerült a teljes program kínálat. A helyszínek számát tudjuk, a programok viszont még sokkal többen vannak, hiszen egy-egy helyszínen több dolog is várja a látogatókat. Így igaz, hogy százas nagyságrendben lehet a programokat, hogyha összeadjuk nézni. Mindenféle fajta program van gyermekeknek, van felnőtteknek, időseknek, fiataloknak, családosoknak, sokfelé van kézműves foglalkozás,
például a Szórakaténuszba zenei, illetve manóleses program is van, Cirokabáb Színházba előadás is van, és zenei program is van, Katona József Színháznak a Kamara Színházába, ott például kulisszatitkokat is meg lehet tudni. Nálunk a Bozsó gyűjteményben egy nagyon érdekes kiállítás lesz a Városháza felújításával kapcsolatosan, Cifrapalotában lesz például gyerektoborzó, Piszek úttéren indulnak majd, ki lesznek állítva, és onnan indulnak majd egy körre a veterán autósok, visszakanyarodva a Cifrapalotába Gábor Áron rézágyúját meg lehet nézni, és elnézést, ha bármit vagy bárkit kihagytam, de tényleg annyira sok, hogy nem lehet felsorolni. Kell-e ezekre a programokra előzetesen regisztrálni? Itt mindenkinek figyelmébe ajánlom és felhívom a figyelmét a műsorfüzetet bármilyen formában, amiket az előbb említettünk. Vannak olyan programok, amelyek előzetes regisztrációhoz kötöttek, részint a helyszíke, részint a járványügyi előírások miatt is. És mely helyszíneken számítotok a legtöbb látogatóra az előző évekből kiindulva? Én optimista vagyok, és remélem, hogy minden helyszínen ugyanolyan nagy tömeg lesz, mint ahogy régen is megszoktuk, nyilván azért kezelhető módon. Az előbb már egy jó párat felsoroltál, de szerinted melyek lesznek a legizgalmasabb események? Ezúttal. Számomra mind izgalmas lenne, én mindig elmennék mindegyikre, de ugye ez a lehetőség nekem egyik évben sem adódik meg, hogy elmenjek megnézni. Én úgy gondolom, hogy azokra érdemes elsősorban odafigyelni, ami csak ma, csak most, csak ilyenkor lehet. Hát ugye kuriózum a veterán autósoknak a kiállítása évente egyszer. Érdekes lesz nálunk a felújításos kiállítás kapcsán kiemelném, hogy csak aznap este látható lesz Árpádka, ami utána kerül vissza majd a Városháza tetejére. Nagyon különleges, azt hiszem, Gábor Áron rézágyúja is. Patika és Gyógyszer és Patika Történeti Múzeumban pedig nagyon érdekes lesz, hogy most lesz a megnyitó, egy teljesen újjáépült kiállítás és kiállítótérrel. Oda is amúgy regisztrálni kell. Nagyon érdekes lesz a Leskovszki hangszergyűjteményben biztosan a két tárlatvezetés, de az is regisztrációhoz kötött. Tudnám a végtelenségig sorolni, de azt nincs rá elég időnk. Hogy körülbelül mikor érdemes elindulnia? Hát ha valaki minél többet szeretne, akkor 6 és évfél között mindenképpen legyen aktív. Milyen járványügyi intézkedéseket? Hát, hogy a jogszabályok is előírják, ezekre sajnos muszáj minden egyes helyszínnek odafigyelnie és betartania. A helyszíneket beltéren csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni, kültéri rendezvényeket lehet annélkül is, abban az esetben, ha az egyszerre jelenlévők nem érik el az 500 főt. Ehhez az éjszakához hozzátartozik a gasztronómia is, a kulináris élvezetek is. Ezúttal lesz-e erre példa? Lesz nálunk a szokásos úgynevezett romkocsmát, ami már nem rom, csak amikor annak idején elindult, még romos volt, idén is meg lesz tartva. Sokan szeretnek belekóstolni az alkotás örömeibe is. Itt most lesz erre lehetőség? Nálunk is, és többfelé lesz kézműves foglalkozás gyerekeknek, és akár felnőtteknek is. Rendben, nagyon izgalmasan hangzik. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és sok sikert kívánok a további szervezéshez is. Köszönjük. Idén megnövekedett az utazási foglalások száma. Külföldi helyek közül többek között Horvátország, Görögország és Törökország szerepel úti célnak, míg belföldön főleg a Balatonra és környékére keresnek sokan szállásokat. Érdemes azonban tájékozódni utazás előtt, hogy külföldön milyen szabályok vannak érvényben. Hazánkban a szállásoknál védettségi igazolvány szükséges. Most megmutatjuk, hova utazhatunk idén nyáron. Itt a nyár, amelynek köszönhetően egyre jobban kezdenek megnövekedni a külföldi és a belföldi úti célok. Április 30-án jelent meg a kormányrendelet, melynek értelmében, aki érvényes védettségi vagy oltási igazolvánnyal rendelkezik, annak eltörölték a karantént, így jelentősen megnövekedett az érdeklődés a külföldi úti célok iránt. Azt tapasztaljuk, hogy utasaink egyre inkább szeretnének külföldre utazni, főleg a top destinációk Horvátország, Görögország, Törökország, Spanyol, Olaszország, illetve Tunézia, Egyiptom, ezek azok az országok, amit leginkább keresnek. Ide beutazási feltételeknek megfelelően lehet utazni,
amiről mi tájékoztatjuk az utasokat, és azt tapasztaljuk, hogy megnövekedett az igény a biztonságra. Ugye a tavalyi év tapasztalata alapján egyre inkább az utazási irodákat keresik a turisták, mert fontos az, hogy releváns információt kapjanak, és megtudják azt, hogy milyen feltételek szerint szabad beutazni, illetve hogy hazaérkezéskor mi vár rájuk. De az észak-afrikai területeket is nagyon szeretik. A tavalyi évben hetente 8 charterjáratot indítottak a kedvelt helyekre. Idén azonban már heti 30 járatot kellett szervezni. A beutazási feltételeknek megfelelően vagy egy negatív PCR-tesztet kell az utasnak felmutatnia, amiről mi előzetesen tájékoztatjuk, hogy ez hány órán belül kell, hogy meglegyen, illetve milyen biztonsági intézkedések vannak érvényben az adott országban. Ezek ugye folyamatosan változnak, tehát mindenképpen kiemelném, hogy minden nap ezeket ellenőrizni kell és figyelni kell rá, hogy a változásokat tudjuk követni. Védettségi igazolvánnyal lehet menni például Horvátországba is. Ott már megvan az, hogy elegendő az érvényes személyigazolvány, továbbá lehet utazni picit távolabbra Törökországba, Görögországba. A külügyminisztérium folyamatosan tárgyal az országokkal, hogy meglegyenek ezek a kölcsönös beutazási feltételek, és az országok elfogadják egymás védettségi igazolványát. Nagyon várjuk azt, amit ugye terveznek, hogy július 1-től bevezetésre kerül az EU-s zöld igazolvány, amivel viszont már szabadabban lehet utazni. A belföldi utazások is népszerűek, főleg júliusra és augusztusra vannak foglalások. A nyaralni vágyók többsége a Balatont és környékét választják. Belföldön ugye a szállodáknak el kell kérniük a védettségi igazolványt, a szolgáltatásokat, mint wellness, ennek függvényében lehet igénybe venni, keresik a belföldi szálláshelyeket. A Balaton továbbra is a top destinációnak számít itthon, ugyanakkor talán azt vehetjük észre, hogy miután egyre többen keresik a külföldi utakat, így bízunk abban, hogy a belföldi árak is egy kicsit moderálódni fognak a jövőben, és kiegyenlítődnek. A jelenlegi szabályok alapján az Amerikai Egyesült Államokban nem lehet utazni. India, Brazília pedig még mindig le vannak zárva a koronavírus miatt. Az őszi körutazások tekintetében is már megindultak a foglalások. A kulturális körutazások, amit keresnek az utasaink, és ezekre már szépen beindultak az előfoglalások is. A legtöbben repülővel szeretnének utazni, de a busz, illetve a hajó is nagyon népszerű közlekedési eszköz. Amikor egy helyet választunk, akkor érdemes a helyen vagy az utazási irodával, ugye az utazási irodák felveszik a kapcsolatot a szállodákkal, de hogyha valaki egyénileg szeretne foglalni, akkor is fel kell venni a kapcsolatot közvetlenül, hogy az a szálloda az adott időszakban biztosan nyitva van-e, illetve hogy azokat a szolgáltatásokat, amik a honlapokon megtalálhatóak, azokat tudják-e biztosítani. A beutazási feltételek, itt megint visszatérek, ugye a konzuli szolgálat oldalán a külügyminisztérium folyamatosan frissíti, hogy melyik országban milyen beutazási feltétel van adott napon érvényben. Nagyon felértékelődött a biztosításnak a kérdése, az útlemondási biztosítás és a balesetbetegség podgyász biztosítás, ez azért most erősen javasolt. Érdemes tehát előre tájékozódni utazás előtt az éppen aktuális szabályokról, hogy gondtalanul lehessen élvezni a nyaralást. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Csütörtökön tetőzik a hőség, akár 40 fokot is mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Nagyon fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt, hogy átvészeljük a harmadfokú hőségriadó időszakát. A hőségriadó idején nem csak párakapuk környezetében, hanem kijelölt légkondicionált helyiségekben, üzletekben is hűsölhetünk. Továbbá elindultak a város útjain a locsolóautók is. Vörös kód lépett életbe a héten a magyar-máltai szeretetszolgálatnál a hőség miatt. Kecskeméten is felkészültek a hajléktalan szállók arra, hogy minden ellátottjuk biztonságban legyen a rekkenő hőségben.
Teljesen megújult a Kálmán Lajos óvoda informatikai és telekommunikációs rendszere egy szülői felajánlásnak köszönhetően. Az óvonők már stabilabb wifi és internet elérés segítségével kommunikálhatnak, és az új telefonközpontnak köszönhetően az intézményt is könnyebb elérni. A múzeumok éjszakáján nyitja meg újra kapuit a kívülbelül megújult orvos és gyógyszerész történeti gyűjtemény. A korábbi tárlat 36 éve nem változott, azonban mostantól különleges látnivalók várják az érdeklődőket. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!